A pénteki napon humoros meséken kacaghatunk, majd ezután színvonalas koncertektől zengett a pajta. Éljük át újra ezt a fergeteges hangulatot. Nagyon jó! Na most ezzel elfordulunk az egyik irányba, majd visszafordulunk a másik irányba. Hopp! Hopp! Egyik irány! Harmadik éve vagyok itt Gombaszögön, és szinte minden egyes nap megtérek itt a folkszögletben, ugyanis nagyon szeretek itt lenni, nagyon családias a légkör, nagyon jó a hangulat, a zene, nagyszerű emberek vannak itt. Nagyon örülünk, hogy ismételten itt lehetünk, idén is a Gombaszögi Fesztiválon, itt a folkszögletben. Most már lassan mondhatni, hogy hagyománya van annak. A mesemondás is bekerül a programok köré, ami nagy öröm, mert azért lássuk be, a szövegfolklór ugyanúgy eleme a szellemi örökségünknek, a szellemi hagyatékunknak, mint a néptánc, a népzene és a tárgyalkotás, és így azért nagyon-nagyon örömmel jövünk mindig ide. Pénteki napunkat a Muzsikás Együttes kezdte, ők Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara, és fantasztikus közönség volt itt a folkszögletben, este pedig a Fanfara Transzilvánia hatalmas buli csapott. Utána pedig még mindig tudtuk fokozni a hangulatot, és Nagy Somor András és zenekara vette át az éjjeli műszakot a folkszögletben. Din dragoste pentru tine aș muri, că tu ești cea mai frumoasă.